Majdnem. Most még főzök kávét. Jó, nektek még ilyen régi... Jó ez a kávéfőző, ilyen kávéfőzőtök van? Gondolkoztunk, hogy ilyen elektromos ez a, nem tudom én, szarvasi vagy mi az, ami, amelyik tudod így lehet vele gőzölni is. Na látod, ezt 2 éve csináltattuk, ezt a konyha szekrényt. Én a régre sem emlékszem, úgyhogy... Hát azt tudod, hogy ilyen hagyományos, már teljesen legocságú, vagy ilyen sima, az a egyszerű labuláló, azt tudod, ilyen kerek gombja volt, az akkor ilyen piros széle volt neki. Ők hát ez sem volt, mert ezt nem csináltatjuk hozzá. Minden az ilyen egyedi, hogy ilyen jó magas, férjen benne a cucc. Ezt van egy, volt egy kollégám, az is sportás volt ott, de asztalos volt egyébként, asztalos a szakmája, azt csinálta. Bementünk Szegedre, kiválasztottuk, mert mondtam, csak fehér lőhet. Azt akkor itt egy sima sarok, fehér sarok volt, szóval csak tudod, azt mindig törülgetni kellett, mert ugye nyitott volt, azt állandóan portolódott, azt nagyon ráuntam, mert sok csetrös volt rajta, azt mondom, figyelj nekünk, csináljál már olyat, hogy zárt, de üveges is legyen. Ezt mindig ezt használj. Tudod, az a baj, hogy nekünk azért elég kicsi. Nem tudjuk hova rakni. Ide tudnánk, de ezt is mögötte, Laci. Ez mit csinál? Ez egyébként nagyon jó sütő. Halogén sütő. Hurkát szoktunk benne, zsír nélkül, minden nélkül, csak belerakjuk, szépen le kell állítani, órát. Például egész csirkét mögöttem gyönyörűen sütni, és szaftos marad, puha. Megmondom őszintén, ilyet nem is láttam. Nem. De hát ez az én hibám, nem semmi zénben, csak... Ez ilyen elektromos, kibe kapcsol. Hőlégkeverés is egyébként, a forró levegőt keringeti, és abban sül. Nem sül oda például, nem olyan, mint a hagyományosban, a sütőben bedöszül a forrás. Azt imádom benne, hogy tudod, a kurka meg a kolbászban nem csicsog a sír. Nem, önmagából kisül, és mégsem marad száraz. Az nem is egy csicsog, mert sütőbe sütjük krumpli. Na, fog sikerülni? Nem is tudom, én vagy 4 éve vettük. Interspárba. Nem láttam még. Bár én azért nem szerettem, hogy a régi sütőmet, hogy sütögettük a hurkát, meg ilyesmit benne, mindig hiába nem tudtam normálisan kitakarítani, mert olyan csúnya volt a belső, úgyhogy ebbe csak kimondottan süteményt sütök. De szoktunk benne csirket, combot is sütni. Persze, olyan gyönyörű. Nagyon finom, jó ropogósan mögsülni. Finoman mögsülni, soha nem jó. Ja, és mondom, szaftos marad, mert nem engedi ki a gőzöket, mert hőlékkeverés a sön magába. Tehát még süteményt is lehetne benne, akkor... valamilyen süteményt. Ez egy magosító vetés, ez 11,5 literes, ez a hőálló jénai tál benne. Itt ízik körbe benne ez a halogén betét, és akkor van benne egy turboventilátor, keringeti a forró levegőt. Van rajta egy ilyen mechanikus időkapcsoló, ez egy ilyen órásra lehet beállítani, ez meg a hőfok egész 250 fokig. Itt vannak, hogy miket lehet. Igen, itt vannak, hogy nézd csak, hogy mennyire halad egyébeket benne megsütni, és nagyon finom, és zsírmentesen. Na, esik az is. Esik? Tényleg, ugyanúgy, mint ahogy amikor... Most esik meg, én hallom. Na, azért néztem ki, mert hallom. Az előtt csak egy-két csöpp volt a párkányon. Párkányt. Víz. Ja, hozzá be nekünk, hogy hiány, hogy kenyérsütő. Meg még nekünk ventilátor van a Hauserbe. Hogy voltak ezek a hőségük, azt bevetettük őket, mert... Anélkül aztán egy 31 fokban az ember lehető főtt a saját levőbe. 98%-os páratartalom. Nagyon-nagyon rossz volt. Nem, akkor 28 fok volt. Mert, igen. Eszméletlen, amit 30 fok. De mi a izét kezeltük, a rolót. Aha, hát mi is, de csak átmelegedtek a falatunk. Meg be voltak csukva az ablakok. Erről is, tehát nálam is be volt, az nagy szoba volt melegebb, ez meg azért, mert ugye ez... Persze, ez a fagyasztó, mi van ott a hűtőszekrény, ezek fűtenek. Csak nem akarom már, mert nem nagyon lehet már így ekkorákat, csak tudod ezeket az nagy... Mi azért nem cserélünk, igen. És nem akarom már, mert ide nem tudok más. Igen, mert az ablakot ki tudjuk tőle nyitni, mert nem magasabb. De látod, itt van másik hűtőszek, ide van más, nem tudok rakni. És ennek nem nagy a fagyasztója.
De jó van, most már nem is, de nálam megvan nagyon sok lefagyasztva. Mely kolléganőm, akivel találkoztunk, vagy láttátok az állomáson, annak van kertje, az most is az idején kimentem kétszer szörnyen. Most az volt a bari nagyon lefagyasztva. De mit? Megy. Ja, megy. Megy. Pedig azt mondja, hogy éppen, mert ugye egy szegénynek meghalt a férje, ő nem tudja kezelni, a fia nem itt lakik, hanem Pécsen, az megkért valakit. Aztán, hogy jó permeteztejére, vagy későn permeteztejére, már nem tudom, de nagyon szépek voltak. Így volt olyan megyfaág, ami teljesen letört a súlyt, annyi megy volt rajta. Ezt tőle szoktam mindig kapni, mindig, hogy menjünk ki, osszönjem. Azzal van, jó volt vele. Szoktunk, tudod, ilyen előre gyártott, ilyen sajtot töltött pulyka, mert... Amelyik itt van, panírozva van minden, megsütjük kis olajba is. Hogyha véletlen én is mondjuk mamával megyök valahova, vagy nincs időnk főzni, akkor azt gyorsan szoktunk egy krumplival megcsinálni, és először akkor kész.